Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, VNTV-t, vagy Vivanatúl a televíziót látnak, láthattok. Ez a terefele adássorozatunkban DNS István barátommal, Dinóval beszélgetünk. Üdvözöllek én, Soki bácsi. És mai témánk igazából a testelhagyás élménye. Első kérdésem mindjárt, hogy volt-e neked már ilyen élményed? Volt ilyen élményem, igen. És mit mondtam le belőle? Na, azt se tudtad, hogy eljöttél otthonról, ez rendben van, ez a testes. De milyen meditációs állapotban következett be vagy? Mi kell ahhoz, szerinted, hogy egy ember, aki szeretne egy ilyen élményt megélni, el tudja hagyni a testét? Nagyon sokan arról számolnak be, hogy ott vannak már a határon, de a test nem engedi el. Mit nem enged el, kit nem enged el, stb. Milyen tapasztalások, milyen időtartam. Ez egy nagyon érdekes téma, elég sok ilyen cikk jelent meg, hogy ilyen klinikai halál állapotában kiszáll a testéből, fölülről látja a kórház, látja a dokit, stb. És amikor visszajön, akkor ez el tudja mondani, amikor ő elvileg nem is volt tudatánál, mégis elmondja az eseményeket, ami a műtőbe, vagy a kórteremben, vagy bármilyen körülmények között, az autóbaleset körülményei között zajlott. Jó, hát maga az élmény, tehát meditáció persze segíthet ebben is, hiszen ott a tudatosságnak egy más vonulatába, egy más, mondhatjuk így, dimenziójába kerülünk. Itt ahhoz ezt az élményt összerakjuk, inkább akkor a háttérmechanizmust szeretném inkább megvilágítani, jó? Mert én azt látom ebben, hogy nagyon sok embernek van ilyen élménye, és az élmény alapján viszont egy hibás megértést szűrtek le ebből. Mert igazából nem a testedet hagyod el, és ez az, ami az akadályt jelenti sok embernek, akik érzik ezt a dolgot. Mert igazából ki hagyja el a testedet, tehát a testedet nem hagyja el senki, jó? Ez azt kell megérteni, hogy mi a tudat természete. Tehát, hogy a tudatosság az valóban a testhez köthető, csak a test által létrehozott valami ilyen másodlagos tényező, ahogy most még sajnos nagyon sok agykutató, meg akár biológus, még pszichológus is gondolja, hogy a tudat jóval több ennél. Tehát az, ami a tudatosságunkat hordza most ebben a pillanatban is, tehát ami bennem, az a megfigyelő érték, ami azt gondolom, hogy a szemeim meg a füleim meg minden keresztül itt néz, vagy lehet nem is ott néz, valahonnan néz, hogy ez most a testhez kötődik, vagy ez valami jóval kiterjedtebb dolognak a természete. És ez a nagy poén, hogy ezt már sokszor beszélgettük, hogy ma már nem ezek a tudományok, hanem a tudománynak egy másik vonulata, pont ami eddig az anyaggal foglalkozott, a fizika arra lyukat, hogy a tudatosság jelenség, ami az érzékelés képessége, az valójában a létezésnek egy olyan alapszerkezetéhez köthető, ami meghalad mindent, még a teret és az időt is. Tehát, hogy a tudat az, ami van, az a lét, és a létnek van tudata, és igazából abból a tudatból részesedünk mi is itt ezen a test tudatosságon, mint egy tudatállapot. A testünk is egy tudatállapot igazából ebben a mezőben. És hogyha a tudat tehát egy mezőhöz köthető, akkor a mező bár most helyileg úgy érzem, hogy itt van, de igazából az ugyanúgy rajtam kívül is van. És hogyha az a megfigyelő minőség, ami ennek a tudatnak a természete, mert a tudatot úgy is definiálhatjuk, hogy az olyan összetevőkből áll, hogy megfigyelő, meg ahogy figyel, és amit figyel. És ugye most ebben a pillanatban itt ez a tudat egy olyan állapotban van, hogy megfigyel és érzékel ezt a testet. De az a megfigyelő ki tudja, lehet, hogy elmozdítható lenne ide is, oda is, oda is, hogyha a tudat az egy térhez kötődik, mint az elektromágneses mező. Most mi azt látjuk, hogy jön a fény, de igazából az a fény már a térben terjed, az elektromágneses térben. És annak a minőség éppen ott van abban a fényforrásban is, mint hogy itt van a térben. És ha a tudat is ilyen, akkor viszont az bekövetkezhet, hogy ezt a megfigyelő értéket valaki megtapasztalja, hogy mondjuk eltolódik egy pillanatról oda. Egy fázis, én ezt úgy szoktam, hogy egy fázis elhangolódás, egy fázis eltolódás bekövetkezik. Eddig, mintha itt lett volna, most meg itt van. És akkor hirtelen azt tapasztalja, hogy tapasztal, most beszélek, és közben meglátom, onnan nézem magamat, hogy most beszélgetek vele. Jó? Tehát akár lehet egy ilyen tapasztalat. És nagyon sok ember megél ilyen, ez nagyon sokszor bekövetkezhet éjszaka álmodás előtt, meg az elalvás előtt, mert ott is egy ilyen fázis áthangolódás, egy ugyanilyen fázis eltolódás történik, egy olyan világban, ahol sokkal képlékenyebben mozgunk, tehát ahol a tudat eleve képlékenyé válik. És ezért lehet sok embernek ott egy ilyen testelhagyásos élménye, ugyanúgy, mint ahogy elmondtad az előbb a halál közeli élmény. Na most az én tapasztalataim, amikor már ezek nekem nem tapasztalatok lettek, ez lehet egy tudatállapot számodra. Tehát a tudatnak lehet egy olyan fejlettségi szintje, ahol ezt a
tudatnak az itt lévőségét és mindenütt jelenvalóságát egyszerre élheted, és akkor abba elkezdheted szinte, mintha csak ilyen vágyszerűen tologatni ide-oda a megfigyelő értékedet. És akkor én most akár azt is megcsátom, nyilván senki nem tudja most a képernyőn keresztül, mert lehet ezt, hogy én most itt veled beszélgetek, de mondjuk hazatalom, és most közben nézem, hogy Erika mit csinál Debrecenbe. Nagy bajban vagyunk. Tehát a térszemszögéből ez a dolog bárhova eltolható. És onnantól kezdve, hogyha az embernek ez már tehát nem egy tapasztalás, hanem egy tudatosság, mint hogy most ez is nem csak egy tapasztalás, ez egy tudatosság, amiben ott van ez stabilan, hogy én tapasztalom a testemet, és akkor ezzel mit tudok csinálni, és ezt a tapasztalatot is tudom itt most a térben mozgatni, csak akkor azt mondom, hogy felállok és sétálok. Abban a képlékenyebb dologban meg ez még rugalmasabban lehet tologatni, és az már függetlenebbtől a helyéhez kötött tudati értéktől. És ez az, amit az emberek testelhagyásos élménynek élnek meg, és úgy értelmezik, hogy szerintük ők kiszálltak a testükből, valójában csak egy közvetlen betekintést kaptak arra, hogy a tudat az jóval több, mint ez az anyagi test. Tehát az, ami a tudatosságot hordozza, az egyszerre van önön magunkon belül is, és rajtunk kívül is. És hogyha ez elkezdhetne stabilizálni, akkor ezzel ugyanúgy tudnának játszani, mint hogy most itt mozgatom a kezemet, és onnantól kezdve az nem testelhagyás. Én innen ebből a nézőpontból már inkább azt szoktam mondani, hogy akkor megélik az emberek, hogy nem a tudat van a testben, hanem a test van a tudatban. És ez megfordítja az egészet. Mm-hmm. És abban a pillanatban magyarázatot kap ez az egész, és hó természetesé válik, hogy lehet ilyen. Na most ettől félre még mielőtt folytatod, csak annyit akartam mondani, hogy ettől félre itt ezeknél az élményeknél utána megtapasztalják, hogy ez a testemtől egy kicsit elvált, fázis eltolt, érzékelő minőség, ami tehát most a megfigyelő értéken, annak is van egy energiatere, és ezt az ősiek is leírták, akik utána ezt a tapasztalatot nagyon szépen megélték, tehát ezt finom testnek írták le, tehát hogy ennek a finom testnek, és ezek az anyagi testnek vannak olyan finomabb, képlékenyebb energia összetevői, ami vele együtt mozoghat. Oké? Okay? És akkor ezt szokták ugye szellemtestnek, meg egyebeknek, asztráltestnek, tehát az ilyen utazók leírni, hogy rájönnek, hogy ott is van egy valami, nem csak egy pont, hanem egy valami érzékelő energia mező velük, és az valamilyen szinten még köthető ez a testhez, de nem ez a fizikai test, csak annak egy ilyen finomabb verziója. És ez van, ez tényleg van, csak ez nem feltétlenül kell, hogy utána igazából ilyen testformájú legyen, ezt csak akkor tapasztalják meg így az emberek, hogyha annyira szorosan ragaszkodnak még a testi valójuk tapasztalatához, hogy ez az energiatér akkor fölveszi bár ilyen ködösebb, finomabb formába ezt a formát, mert utána ezt is el tudja engedni, akkor rájön az egész lehet csak egy energia kis labda, vagy egy kis fénypont, és most azért szoktak néha sokszor látni, ugye emberek, meditálók körül, meg egyebek, hogy mintha ilyen repkednének ilyen fénygőjök, meg most már néha le is fotózzák. Ezek a kis fénygőbök nyugodtan lehetnek akár egy ilyen eltolt tapasztalói értéke egy tudatnak. És akár ez most lehet, hogy valamelyik szerzetes, aki meg lehet, hogy fent meditál a Himaláján, és akkor most ide jött egy kis labdaként, és néz bennünket. Mm-hmm. Ezt csak ilyen érdekességnek mondom el, bár ott sokan most azt is ilyen ufóknak meg titulálják, ugye ezeket a plazmagömbök, vagy nem tudom mik neveztek, de alapvetően az már csak egy inkább a tudatnak egy ilyen nagyon képlékeny, ilyen mozgatható energia minősíkálom. Mm-hmm. És ahogy én a tapasztalataim révén, és utána az egész tapasztalás, mondom, hogy egy tudatossággá összeállva, számomra ennek a saját értelmét föltárta. Tehát én most, amit elmondtam, ez ennek a tapasztalásnak a saját értelme. Tehát ezt nem én találtam ki, hanem egyszerűen, amikor az ember ezzel már élni tud, mint az, hogy mozgatod a kezeden, akkor meg tudod érteni végülis, mi az egész mögött a háttér dolog. És én inkább ezt szerettem volna elmondani, hogy most még az nem, az egy félreértés, amikor azt gondoljuk, hogy testelhagyás, mert valójában csak megéltük, hogy a tudat több, mint az, hogy a testben egy érzékelő érték. Ami kérdéseket vett föl, tehát van egy édesdrága biorobot, ami elvileg szoftver nélkül lenne, illetve a létezés előtt meg nem születik, de létezés után meg lebomlik, mert egy olyan programot kap, hogy elmúljon itt az anyagi valóságba, és abban a pillanatban ez a biorobot megkapja a tudatot, akkor maga a tudat képes a robotnak a képességeivel látásra, tapintásra, bármire szert tenni. A testben zajló folyamatok, lásd, emésztés, lásd, mindenféle elváltozások, ezek folyamatosan a tudat és a testnek a kölcsönhatásaiból adódnak ki, tehát ebből adódik a pszichoszomatikus betegség, vagy az érzelmek, akármi. Mindegyik hat lenyomatot adjuk a másik. A testet egyetlen. A gondolatokon és az érzelmeken keresztül vezérelgeti mindenféle biokémiai folyamatokkal, illetve a test vízstruktúráját a gondolatok által behatározza, és ez meghatározza, hogy sejtszinten hogyan
működünk. Oké, okay, ide ezt, van. Ezt már igen sokszor megbeszéltük. Megbeszéltük. Ez egy szoros ilyen kapcsolódás. Jó. A következő lépcső, amit már többször megbeszéltünk, hogy mindjárt egy nagy közös kollektív tudathoz tartozunk. Így van. Tehát amikor a testbe leérkezünk, mert valami leérkezünk, igaz, akkor elvileg úgy gondoljuk, hogy elvágjuk ezt a szállat, de közben folyamatosan kapcsolatban vagyunk mi a felső bénnel, és amikor a testen kívüli élményünk van, akkor ez a tudatrész elvileg ott hagyja ezt a fizikai testet, ez kérdés akar majd lenni, és ebben a nagy kollektív tudaton keresztül elérheti bármiféle dimenzionális utakon persze. Olyan intelligenciákat, ahová, és most jön a kérdés, hogy ideig mindig föntől kaptunk lefele, mikor tudok én visszafele kérdezni ettől a magasabb dimenzionális intelligenciát. Hát így, hogyha ezt ugye nem csak egy élmény lesz ez az egész, amint az előbb mondtam, számodra ez egy tudatosan élt valóság. Tehát a tudatosságod hétköznapi részévé válik, hogy folyamatosan érzékeled ezt a kiterjedtebb tudati minőséget, ami a tudat, mondhatnánk ki, tiszta értéke, amikor nincs azonosulva valami helyi értékével, ahol felveszi azt a formát és az abban megnyilvánuló tapasztalási lehetőséget. Ezért szokták ezt a mindenre kiterjedő, még módosulatlan minőséget ugye tiszta tudatnak hívni, vagy egyetemes tudatnak, vagy mindenütt jelenlévő tudatnak, vagy bárhogy, vagy mindenütt jelenlévő energia és információ mező, hogyha most a te fogalmaidat veszünk. És ugye ebben képviselnek ezek a nagyobb dolgok és a kollektív, meg egyebek, mint az összes ember együttes hatalmas nagy tudati energiatere, amiben már mi csak ilyen kis pici atomok vagyunk mindannyian. És ugye, tehát hogyha ezt a nagyobb látásmódot, tehát hogy az egyéni tudatom leválva és fölveszi ezt az értelmesebb tudati értékét, mert ez most is olyan így jelen van, tehát az bennem ugyanígy itt van, meg mindenben, és ugye, tehát az egy tudatosság, nem pedig a tudatosság, tehát annak van egy saját szintje. Tehát az én tudatom most elhagyja ezt az azonosulást és fölveszi azt, és ugye nevezhetjük ezt akkor mondjuk meditálásnak, hogy fel tudom venni ezt, és tartósan ottok lenni, akkor az is egy tudás, az is egy tudat, és a tudat és a tudás azok egymással felcserélhető dolgok. A tudás az mindig tapasztalás útján történik. Tapasztalás, tudás, tudat. És akkor persze, hogy ennek a tudatnak biztos, hogy van egy olyan tudástere, amit csak akkor kezdhetek el érzékelni, hogyha annak, tehát abból a nézőpontból látok, és ezt írják le tapasztalatként az emberek, hogy ezzel találkoznak, ilyet izé. Tehát abban nagyon komoly intelligencia struktúrák, egyebek vannak, ami akár teljesen független a mi emberi létezésünktől, mert ebben viszont az összes, tehát az egész univerzum jelenlegi tudat működései belehelyezik az egész lenyomataikat és olyan tapasztalatait, mint hogy mit beletesszük a sajátunkat és bennünket éppen annyira nézhetnek most bárkik valahonnan, akár a galaxis bármilyen pontjáról, mint ahogy akár én, oda kihelyezzem magam, elkezdhetek szétnézni ebből a perspektívából. Tehát ez olyan, mintha fölmennél a hegy tetőre, ja. És akkor hirtelen elkezded látni, hogy mennyi falu van még, arra is van, ezért. Már valamennyire elkezded látni, hogy egyes falvak milyen úttal vannak összekapcsolva, tehát látszik, hogy biztos van közöttük kölcsönhatás, egyébek, és most nyilván utána ezt a nézőpontot ugye akkor el kell oda tolni, és ugye ebben vagy akkor benne, hogy akkor nagyon képlékenyen tudsz szinte csak egy ilyen belső szándékkal mozogni ebbe az egészbe, mert innentől te ebbe a képlékeny mindenre kiterjedő tudatba, és te azzal vagy azonos, nem ezzel a helyhez kötötte. Most jön egy kis csont. Jó? Okay. Azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy én itt ebbe a 3D-be lássak, érzékeljek, ehhez kell nekem egy biorobot, tehát ahhoz, hogy... És láb is kell ez a fizikális... Kell ez a fizikai test, oké, és most jön a csont része. Abban a pillanatban, hogyha a kollektív tudaton keresztül érzékelek dolgokat, akkor ott mi az érzékelő, hogyha maga a biorobot az nem, na, nem jön a el? Biorobot, a biorobot viszont vette valahonnan ezeket, tehát a biorobot csak kiveti itt olyan még finomabb minőségeknek a fizikális vetületét, tehát hogy van fizikai szem, akkor igazából a látásnak van egy sokkal finomabb, tehát hogyha a tudat ilyen több rétegű, akkor az azt lehet mondani, hogy a látás az csak a fizikai szem, az csak egy vetülete az anyagban, az érzékelés, mint látás, hogy vetül ki, de igazából van, mondhatnánk így, az elmédnek is van szem, az lesz a mentális szemed, lehet az érzéseidnek szem, az lesz az érzés szeme, és van a tudatnak a szeme. Tehát a tudatban az a még csírájában lévő olyan működés, ami majd azt fogja kivetíteni bármelyik síkra, hogy látok. Tehát ami a látás jellegű élményeket adja, mint úgy lehet a tapintás is bármi. És amit az előbb mondtam neked, az a kis mindent összefoglaló kis pont, vagy gömb, vagy bárminek nevezzük, az egybefogva ezt az összes lehetséges érzékelési formát tartja. Ezért tudsz vele, ha bárhova tolod, érzékelni, tehát az ugyanúgy érzékel mindent, és hogyha abban egy picit kihangsúlyozod a látást, akkor ugyanúgy látás élményt fog produkálni, de független testtől meg egyébként. Ezért írják le, hogy
test nélkül is láttam, mert ez a test nem lát, tehát a szemed nem lát, az agyad se lát, ezek mind közvetítő folyamatok, és abban van ott az a valódi látó, akinek a szeme van, de vagy akinek az orra van. De tudatos tudat képes test nélkül látni. Így van. Mi a francnak nekünk a test? Hát nem mi a francnak, azért, mert ez is egy tapasztalati sík, mert ugye ott viszont ugye bármi azonosulhat a pillanat milliómod tölt része alatt, és igazából az is egy nagyon nagy izgalmas élmény, amikor azt mondod, hogy most bezárod magad egy pillanatra, csak egy bizonyos látásmódba, csak egy bizonyos érzékelésbe, csak egy bizonyos gondolkodásba, csak egy bizonyos valamibe, és azon keresztül szűröd folyamatosan a valóságot. Ez is egy hihatalmas, gigantikus játék, mint az is persze most innen nézve, hogy hát én mindenhonnan nézhetek. Tehát most innen nézve az az érdekes, hogy mindenhonnan nézhetünk, annak viszont az a természetes, tehát nekem az izgalmas, hogy ó, mi van, most csak onnan nézek, és csak így, és most oda is, és hirtelen egy pillanatra elfelejtem, hogy nincs az a többi, és akkor viszont innen próbálom ugyanezt benézni. Tehát ez igazából egy játék, ezt tudod, már megbeszéltük. Tehát jó. Ez egész a játék miatt jön létre igazából a tudatban. Mi a válasz egyébként? Na. Az egész arról szól, hogy az önmagadnak fölépített korlátaidon átlépsz. És akkor magamnak is megválaszoltam, hogy a félelem a testelhagyásnál pontosan azoknak a korlátoktól való félelem, amit én magamnak állítottam, hogy én igazából képtelen vagyok arra. Igen, mert ez csak egy látásmód. Ez egy látás. És ahhoz át kéne hangolnod arra látásmódra, de viszont ezt a korlátot de el kell hagyni. De ez meg csak annak a tapasztalásnak a lenyomata, amit egyébként itt a 3D-be annélkül érzékelek, hogy tovább lépnék egyfajta megtapasztaláson. Tehát megint ott tartunk, hogy az elme megcsinálja maga kis köreit, a korlátait, igaz? És nem tudja elképzelni, hogy ez az egész tudás, ami neki van, az egy felsőbb éntől származó lenyomat tapasztalásnak a része. De ez igazából abból fakad, mert ezt átad, tehát a tudat a játék kedvéért átadja ezt a látszólagos autonomitást a saját eszközének, mert az elme az a tudatnak egy szerve. Tehát az elme nem létezik önmagában, csak a tudat létezik. Csak a tudatban van egy olyan működés, amit azt mondjuk, hogy a tudat, amikor érzékelni akar, érzékelti önmagát is, akkor mindenre kiterjed, vagy azt mondja, hogy érzékelni akarom magam, de csak bizonyos minőségek, bizonyos érzések, bizonyos tapasztalások formájába, és akkor konkretizálódik ez, és ez a beszűkülés, konkretizálódás, összetapadás, hozzá kötődés az a folyamat már, ami ezt megteszi, azt nevezzük egyéniesülésnek, vagy elmének. Tehát fölveszi ezt a formáját, mert anélkül viszont nem lehetne egy helyhez kötött valamilyen élmény térben és időben x ideig, mert azonnal szét is folyna. Érted? Azonnal szét folyna, mint az óceánon a hullám, hogyha nincs ott az a szél, ami összenyomja, akkor már szét is folyt. Érted? És a tiszta tudatban minden élmény ilyen. Érted? Tehát ott minden egyszerre van, meg nincs. Van, nincs. Olyan gyors pulzációban, hogy igazából nincs ideje még arra se, hogy most ezt a tudást kibontsa, hogy megnézze, mert azonnal na, kész, és már mindent tud. Érted? Tehát ahhoz, hogy ez egy ilyen folyamatban, egy ilyen élő valóságként, hogy végülis, hogy ez mi lenne, hogyha időbe is befagyna ez az egész élmény, és akkor az milyen struktúrákat hozna ki. Tehát igazából erre találja ki önmagán belül a tudat ezt az egész idő, meg tér nevezetű tapasztalás dolgot, ami aztán utána a tapasztalatokat begyűjtheti térben és időben egy helyre, és akkor ott létrejönnek az ilyen tér és idő szingularitások, mint a tested, ahol már a tudat hazul azonosul, már nem tud másképp csak egy ilyen nézőpontot nézni, és az ugye ilyen más, ilyen besűrűsödési tapasztalatokat megtapasztalni, és akkor egy pillanatra elveszíthetem azt, hogy valójában aki itt érzékel, meg ami onnan érzékel, az ugyanaz. És akkor kialakul egy játék, hogy látszólag egymásnak különállóként tapasztalom magam, és akkor ugye milyen érdekes új, milyen új kölcsönhatásba léphetek most, érted? Mert ilyen kölcsönhatásra csak itt tudsz lépni, ahol a tudat önmagát szeparáltnak is érzékel, mert a másikon egyfolytában össze vagyunk folyva. Tehát ott állandóan már azonnal tudnám, hogy te mit akarsz, mert mint ahogy néha itt úgy beszélgettünk, hogy már egymás gondolatait látjuk, te már egyből kérdezett szinte, amit kigondoltam, én meg már válaszolok valahol rá, érted? Tehát és abban is van csoda, most nekünk innen nézve az a csoda, de az ugyanan unalmas arról nézőpontból. Ezért a kettőt együtt birtokolna a legjobb, és ezért hozza, ha válaszol, akkor a kérdésed, ezért hozza létre a tudat utána ezt is, mert ez a legnagyobb kihívás számára, hogy ebben vajon meg tudja őrizni ezt a mindenre kiterjedőségét, ahol nem tud más lenni, csak helyhez kötött. Érted? És ugye a helyhez kötött pedig képes egy olyan struktúrát létrehozni, hogy meg tudja lenni benne a nem helyhez kötött. És az emberi lét ebben egy csoda, ezt már az egyik kombucsa napon elmondtam, hogy ebben létrejön egy olyan strukturális szerkezeti belső aktivitás, amiben a tudattát egyszerre tud mind a két állapotában lenni helyhez kötött, meg nem helyhez kötött. És akkor lehetnek ilyen élmény, amit most elmondtál,
hogy tudja használni azt a képességét, ahol kitágulhat és bármit és lehozhat, de lehozhat úgy, hogy helyhez kötötten és ki tudja csatolni, érted? És akár megvalósítani. Megvalósítani. És akkor viszont testet öltött az a tudás, mert az, hogy van ez a tudás, létezik és tudom, nagyon jó, de hogy használtam, hogy ez itt is legyen és így legyen és másnak is használható egyébként, és ilyen helyhez kötötten, akkor meg használni kell utána ezt az eszközt. És ez a játék. Én legalábbis így látom, így élem, hogy ez a játék. Ennek az egész gyakorlati történet. Példa. Ugye azt mondjuk, hogy a tudatszinteket fölülről lefele tapasztaljuk, látjuk. Na most ebben a szituációban, amikor én... Most visszafelé mész. Ez a lényeg a dolognak. Hogy lentről fölfele tudok menni, és akkor beszélgettem egy kedves barátommal, remélem egyszer csak el tudom csalni a stúdióba, aki egyébként felfedező, tudós. És azt mondja, hogy ő igazából van egy ötlete, és akkor szépen egy ilyen testen kívül utazása, most már értjük, hogy úgy működik, elmegy és ilyen magasabb dimenziális lényeknek, akik rég meghaladták ezt a fajta földi tudást, ami itt van nálunk, föltesz a kérdést, és csodálatos válaszokkal érkezik vissza. És hogyha megnézed például Teslának az élettörténetét, hogy milyen módon rengetegen csatornáznak, ezt mi így hívjuk egyszerűen csatornáznak, hogy ezt a technikát ki lehetne egy úgy alakítani például, hogy a későbbiekben, most arra szánom magamba, hogy kvantumbiológiai, fizikai, akármi, most tök mindegy, kitalálok valamit, nekem is van egy-két elképzelésem, és akkor megkérdezem a nagy testvért, hogy te akkor ezt hogy oldanád meg. Ugye megjön a probléma, hogy a jobb és bal agyféltekén ezt hogy tudod áttükrözni, mert nem biztos, hogy az a nyelvezet, az a szorzótábla működik nála is, mint nálunk. A mai napig nem tudtuk a gabonaköröket megfejteni, ami szimbólumok szerint mindenféle rezgéseket ad. Nem akarok erre a vágányra elmenni, viszont használt-e már például tett, használtál-e már kérdések föltevésénél ilyen módon tettél fel kérdéseket, és milyen válaszokat kaptál? Hát én ezt igazából, ahogy mondtam, tehát én ezt már nem így élem meg, tehát nem így használom, hanem igazából az ember tehát tudja magában ezt a minőséget is stabilizálni, ezt csak én mozizásznak, én ezt magamban mozizásnak hívom. Tehát, hogy egy pillanatra háttérbe teszem ezt a helyhez kötöttségemet, kitágulok, fölveszem ezt a mindenre kiterjedőségemet, közben, mivel ez is működni tud, az is működni tud, amit itt megfogalmaztam magamban, azt tovább tudom oda vinni, tehát ez a meditálás, mégis ezt meditálásnak is lehet mondani, és akkor viszont utána ezzel az intelligencia csírával magamba, ugye, tehát elmegyek, és abban a pillanatban, abban a hatalmas tapasztalati intelligencia és tudástérbe elkezdhetem rezonancia útján megélni, hogy hol vannak hasonló rezgések, ezt ők úgy élik meg, hogy ide utazok, meg oda utazok, én egyszerűen csak elkezdem belátni, mint egy nagy kirakós játékból, hogy ez hova illik be, és akkor mivel ott vagyok abban a tudatban, aminek ez a természetes tapasztalata, ameddig ott tudok lenne, a lehető legtöbb ebből bejön, és akkor utána szépen visszajövök. És akkor amennyi ebből megmarad, az megmarad, és akkor azt kihozom ide, és elkezdem összerakni. Mert ebből ugye ez a folyamat segíti az összehangolódás, mert nem mindig jön egyből minden át, ahogy te is mondtad, mert ezeket az idegpályákat most meg kell szoknom, hogy hogy kell használni, és ez a használat, hogy így működtetem. És akkor utána, amikor már egyre jobban össze van ez hangolva, akkor szinte már nem is kell utazzál, mert akkor egyszerűen folyamatosan a helyzetbe, akár ilyen átfogóbb, nagyobb, nagy, többdimenziós intelligencia vagy tudásstruktúrákat is azonnal ki tudsz ide csatolni, anélkül, hogy azt kéne mondjad, hogy most én elmegyek, és akkor utazok, vagy megnézek. Én azt mondom, hogy ezt addig él így meg az ember, ami még ez számára nem egy élő, hétköznapi 24 órás valóság, hanem kell egy hely, egy megszabott idő, egy megszabott állapot, amiből ennek bennie kell. Ez olyan, mint a meditálás egy ideig, hogy van egy idő, megszabott, hogy most leülök, és akkor most ezt arra szánom, hogy minél többet mondjuk meditációban, tiszta tudatban legyek. De amikor éled a tiszta tudatod, akkor nekem nem kell ezért meditálni, 24 órában benne vagy. Tehát ha becsukom, ha nyitva van a szemem, ebben vagyok, tehát akkor már ezért nem ülök le meditálni. Tehát meghaladtam a meditációt. De kiderül, hogyha a meditációként utána azt tudom csinálni, hogy akkor most már csak ebben a tudatban legyek, akkor ne 20 percig vagy akármeddig, hanem csak ebben, és akkor emiatt hogy ott, hogyha tudok érzékelni minden, akkor ezt nevezem el meditációnak. És akkor viszont ott elkezdek így tapasztalni, élni, használni. Tehát a testen kívüli élmény számodra a meditáció. Az lehet, a meditáció egy következő szakasza. Én ezt nem testehagyásnak hívom, ezt mi nálunk, és ugye a tudás hagyományában, a ritikus hagyományban ezt úgy hívják, hogy a finomabb érzékelés használta. Tehát az embernek vannak tehát finomabb érzéke is, mint a durva, és ezek a tudatban finomabb szinten ugyanúgy állandó, stabil működésben vannak, és hogy ha megtanulom
ugye a fölle-fölle hanglódásukkal a mozgást és stabilizálódnak, akkor itt is meg tudsz állapodni, és akkor nem a fizikai szemeddel látsz, hanem azzal, és akkor annak az előnyeit, annak a mindenét elkezded használni. Amennyi ideig ott tudsz lenni, addig tudod használni. És hogyha ez most ugye számodra a meditáció időszak, ahol ezt meg tudod tartani, mert egyébként visszakerülsz megint a testbe, akkor azt mondod, hogy na most meditációba ezt csinálod, jó? Egyébként ezek a haladó technikák például, vagy mondjuk a jogába ezt nevezték el Siddhinek, tehát hogy valamit tökéletesen használsz, és amíg ez neked nem egy tartós tudatállapot, akkor egy kinevezett időben leülsz, és ezt csinálod, mint egy gondolkodó, hogy leülök, elmegyek, és akkor most gondolkodok róla. Leülök, és meditálok róla. De ha ez a folyamat annyiszor bekövetkezve tudta stabilizálni magát, és az anyagi testbe is le tudta képezni az ő működését, mert ebben az a jó, hogy az anyagi test képes ezeket is lehozni a saját szintjére, akkor onnantól kezdve neked ez egy tudatállapot, mint hogy most éber tudatban vagy, és itt akkor most is tudod használni ezeket a lényeket. Azért néha én már elzsibadok dinokát, tehát itt ezt kell látni, hogy a tudatosságnak vannak fejlettebb magasabb szintjei, az is kialakítható, és utána abban is élhetsz, és akkor annak az előnyeit úgymond folyamatosan használhatod. Érted? És akkor már nincs, hogy utazok meg egyesmi. Ja. Az más tém, hogy ott akkor persze, hogy ki kell helyezzem az értéket, tehát azt használom, de ezt a másik úgyse fogja látni. Átvezető kérdés. A következő adásunkban ugye a látókról fogunk beszélni. Na, ugye, hát az pont ide kapcsolódik. Ide kapcsolódik, igen, csak jó. Mit lát a látó? És mi van, amikor térben és időben utazgatsz előre? Azt is lehet. Oké. De erről szerintem. Ez is egyfajta idő határ. Jó, rendben van. Csak jó. Tehát, hogy működnek a látók, stb. Hogy működnek a jóslatok, gyakorlatilag, amiben is következtek, tehát már tudjuk konstatálni, hogy ez nem volt olyan hülyeség, amit leírt ez, vagy az. Ebből a gondolkodásmódból, amit te itt képviselsz. Ezt tökéletes összekapcsolatunk. Kedves Dina, nagyon szépen köszönöm. Az utolsó 10 percben néha azért így pulzáltam és elvesztettem a fonalat, mert akkora energia mezőt itt kavartál, kevertél magad körül, hogy egy kicsit elhomályosodott a tudatos látóid belülről. Csináltunk egy tudati cunamit. A biorobot nézett, mint Pulyka Lucernásba, de azért el voltam, köszönöm szépen. Jó, hát az lehet átment a kamerán túlra is. Átment a kamerán túlra. Jó, kedves nézők, megköszönöm nektek ezt a kis időt, amit megint velünk eltöltöttetek. Hamarosan akkor a látókat, a jósokat fogjuk kivesézni egy kedves Dino barátommal. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Köszönöm, hogy itt voltál, Dino. Én is köszönöm, hogy voltam ismét. Örülök. VNTV-t láttatok hamarosan ugyanitt. Ez a telefeladás sorozatunkban. Viszontlátásra. We'll be right back.